Az ünnepségre mintegy 30 diák érkezett Vajdaság különböző településeiről. A fogalmazásverseny első helyezését a temerini Vortics Anasztázia kapta. A legutóbbi jópajtásban azt olvastam, a rókának nagy a szeme. Én pontosabban az állatokról írtam, vagyis amelyeket olvastam a jópajtásban, meg egyben a kisöcsikémről is, hogy milyen, mint például a róka, hogy ő ellopja az én csokimat, hogy olyan suni. A csantavéri Rekics Adél is nagy kedvelője a gyermeklapoknak. Nagyon szeretem az állatokat is, és akkor ugye sivatagi rókáról is írtam meg, hogy hát még olyan, hát meg ugye a TubTech oldalon ilyen érdekes ilyen bolygókról. A gyerekek a Perem Magyar Színházi Egyesület János Vitéz című előadását élvezhették, a Magyar Szó munkatársai pedig értékes ajándékcsomagokat is osztottak. A gyerekeket arra buzdítottuk, hogy olyan érdekes fogalmazást, verset, mesét írjanak, amelyben szerepel az is, hogy mit olvastak éppen a jópajtásban. És hát nagyon örülünk, mert sok kreatív írás született, és ezeknek az alkotóit hívtuk meg ma ide az ünnepségünkre. Erdődi Edvina, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Igazgatója a nyomtatott lapok fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy a gyermekeket valóban ebben a korban, kiskorban, óvodáskorban, kisiskoláskorban meg kell szólítani, hogy ezáltal hozzászoktassuk őket az olvasáshoz, hiszen az olvasás az valóban öröm, tehát az olvasásnak van egy szépsége, annak, hogy megfogod a lapot, a kezedbe veszed és lapozod, annak úgy szintén van egy illata, van egy olyan érzése, amit nem tudnak az online felület olvasása közben ugye magukénak tudni. A Jópajtás és Mézes Kalács szerkesztői Vajdaság több településén szerveztek népszerűsítő körutat, melynek célja, hogy minél több fiatal ismerkedhessen meg a gyermeklapok oktató és szórakoztató tartalmával.